Így néz ki a koronavírus. A láthatatlan ellenség az egész világot megváltoztatta. A pandémia a turizmusra is komoly hatással volt. A magyarok jelentős része például inkább belföldi nyaralást tervez, igaz, a járvány miatt a külföldi lehetőségek köre is alaposan beszűkült, mondja az egyik utazási iroda vezetője. Hát a Tanzániánk ugye Zanzibár szigete és Maldív szigetek. Ezen kívül ugye ide is úgy lehet eljutni, hogy Dominikára és Mexikóba semmiféle beutazási korlátozás nincsen, hasonló módon Zanzibárra is szabadon el lehet jutni, a Maldív-szigetek pedig egy 72-96 óránál frissebb negatív PCR-tesztet kér, tehát ennyi az összes megkötöttség. Az összes többi országban most nem fogadnak minket. Míg az eddig népszerű mediterrán országokban 90%-kal esett vissza a foglalások száma, ez az arány csupán 10% ott, ahol minimális vagy egyáltalán nincs korlátozás a járványhelyzet miatt. Az egzotikus országokban most drágábban lehet eljutni, mert jelenleg kevés repülőjárat közlekedik. Én azt gondolom, hogy a járványhelyzet az természetesen nagymértékben meghatározza azt, hogy mikor indulhatnak el az utazások. Mi nagyon bízunk abban, hogy a nyár elejére ez meg fog valósulni. A szakemberek szerint, ha enyhül a járványhelyzet, vagyis csökken a megbetegedések száma, és ezzel párhuzamosan több embert oltanak be, akkor elképzelhető, hogy egyszerre nagyon sokan szeretnének majd külföldi utakat foglalni a nyári hónapokra, vagy kora őszre. Mindennek van egy keresleti, meg kínálati mennyisége. Az utazási irodáknak az egy elég nagy kockázata az utazás szervezése, tehát hogyha nincsen forgalom, akkor egyszerűen nem fognak kapacitásokat lekötni, meg előkészíteni, ha pedig hirtelen felszabadulunk és óriási kereslet rázódul a piacra, akkor valószínűleg én azt gondolom, hogy nem lesznek elég helyek. Egyes utazási irodák már most kedvező előfoglalási ajánlatokat kínálnak. A szakember szerint érdemes ezeket kihasználni, és utasbiztosítást, illetve útlemondási biztosítást kötni. Akár a vírusfertőzéssel kapcsolatos lemondás miatt ugyanis ez esetben nem éri anyagi kár az utast.